Hive egy kétfős absztrakt stratégiai játék, amelyben célunk, hogy seregünkkel az ellenfelünk mély királynőjét teljesen bekerítsük. Doboz tartalmaz magyar szabálykönyvet, egy tárolózsákot, illetve egy ugyanolyan egységekből álló fehér és fekete sereget. A kezdőjátékos kiválasztja valamelyik figuráját, és azt lehelyezi a játéktér közepére. Ezután az ellenfele szintén választ egy figurát, és azt lehelyezi úgy, hogy a már lent lévő figurával érintkezzen egy éllel. A játékosok felváltva következnek. Újra a fehér játékoson a sor, és innentől kezdve a figurákat mindig csak úgy lehet lehelyezni, hogy az csak saját színű figurával érintkezhet. Tehát ő lehelyezhető ide, vagy ide, vagy ide, de ide már nem, mert akkor érintkezne a fekete figurával is. Fekete játékos következik, ő is kiválasztja egy figuráját, és lehelyezi egy már lent lévővel szomszédosan. Addig, amíg egy játékosnak nem kerül játékba a mély királynője, addig újabb figurákat kell behoznia, de minden játékosnak legkésőbb a negyedik köréig játékba kell hozni a mély királynőjét, tehát legkésőbb a negyedik figura az a mély királynő kell, hogy legyen. Amikor egy játékosnak már lent van a mély királynője, dönthet, hogy vagy újabb figurát hoz be, vagy pedig egy lent lévővel lép. Minden figurának megvan a saját lépésszabálya. A mély királynő egyet lépett egy szomszédos helyre, ez azt jelenti, hogy innen vagy ide, vagy pedig ide tud lépni. Ez a mély királynő pedig vagy ide, vagy pedig ide. A hangya bármelyet léphet az elérhető helyekre, tehát ha innen elindul, léphet ide is, ide is, ide is, ide is, ide is, ide is. Tehát az a szabály, hogy egy figura egy másik saját színű figurájával kell érintkezzen, csak a behozatalnál érvényes, a későbbiek során már nincs ilyen megkötés. Tehát a hangya gyakorlatilag bármelyik helyre beléphet. A szöcske egy vonalban átugorja az összes előtte lévő figurát, és az egybefüggő sor mögötti első üres helyre érkezik. Tehát például innen ugorhat ide. A szöcskének egy figurát mindenféleképpen át kell ugornia, tehát innen átugorhat ide, vagy ide, vagy ide, vagy pedig ide. A pók egy irányba haladva hármat léphet, tehát elindulhat ebbe az irányba, és 1, 2, 3 ide érkezhet meg. Ha a másik irányba indul el, akkor 1, 2, 3 ide kell, hogy megérkezzen. A szarvasbogár ugyanúgy, ahogy a mély királynő, csak egyet léphet, viszont vele ellentétben ő a szomszédos helyeken kívül más figurákra is állhat, és akár azok tetején is mozoghat majd. Ameddig valamelyik figurán szarvasbogár áll, az alul lévő figura nem mozdulhat el. Nincs emellett korlátozás, tehát egy szarvasbogárra ráléphet egy másik szarvasbogár is. A szarvasbogár olyan területekre is bejuthat, ahova mások nem, például ebbe a lyukba is beléphet. A különböző lépések során a következő megkötéseket kell figyelembe venni. Az összefüggő figurák alkotják a játékteret, az úgynevezett kaptárt. A kaptárnak mindig egybefüggőnek kell lennie, még lépés közben sem szakadhat szét. Tehát ez a hangya például nem léphet ki innen, mert azzal kétfelé szakadna a kaptár. Ez például egy jó taktikai lehetőség arra, hogy egy-egy figurát blokkoljunk. Például ezt a hangyát ezzel a szöcskével meg tudjuk akadályozni abban, hogy tovább tudjon mozdulni. A lépések többsége csúsztatással történik, tehát ahhoz, hogy ellépjen egy figura, alapvetően az asztalon csúsztatva, a figura szabályait betartva kell tovább lépni. Abban az esetben, ha ezt valamelyikkel nem tudjuk megtenni, az a figura nem léphet. Például ez a pók annyira körbe van véve, hogy ezen a kijáraton nem tud kijutni, így nem tud elmozdulni. Ha ez a szöcske nem lenne itt, akkor ki tudna mozdulni, és tovább tudna menni. Ez a szabályról a szarvasbogár mentesül, hiszen ő ki tud lépni innen. A másik figura pedig a szöcske, aki figyelmen kívül hagyhatja ezt a szabályt, hiszen innen ki tud ugrani több irányba is. Ez a csúszható szabály érvényes a bemenetelekre is, tehát ez a hangya például nem tud bemenni oda, hiszen nem tudjuk úgy becsúsztatni, hogy a többieket ne lökjük félre. Így a hangya ide el tud mozdulni, de ide be nem. Új figura lehelyezhető egy ilyen elkerített lyukba, de csak akkor, hogyha minden szomszédos figura egy színhez tartozik. Tehát egy ilyen helyzetben az új figura lehelyezhető középre.
Ha olyan helyzet alakulna ki, hogy a soron lévő játékos nem tud lépni, illetve új figurát sem tud lehelyezni, akkor passzolnia kell, és az ellenfelén van újra a sor. Ilyenkor az érintett játékosnak meg kell várnia, hogy úgy kerüljön újra rá a sor, hogy a két lehetőség közül valamelyiket használni tudja. A játéknak akkor van vége, hogyha valamelyik játékos még királynőit teljesen körbekerítik, például ha ez a szöcske ideugrik, akkor a fekete játékos még királynője teljesen körbe van kerítve. Ilyen szempontból tehát nem fontos, hogy milyen színű figurák kerítik be a még királynőt, és az a játékos, akinek a még királynőjének szomszédságában legalább egy szabad hely van, nyert. Ha egy lépés végén mind a két még királynőt egyszerre zárják körbe, akkor a játék döntetlennel végződik. A Hive egy egyszerű szabályrendszerű, gyors stratégiai játék. Mivel viszonylag kevés figurafajta van, könnyű megegyezni ezek lépéseit, így gyakorlatilag már az első játszma végére némi jártasságot lehet szerezni ebben. A játékmenet semmilyen szerencsét vagy véletlenszerűséget nem tartalmaz, komoly stratégiai mélységeket, felfedezni valókat rejt a Hive.